Jelentős fejlesztéseket tervez Nagymányokváros önkormányzata az elkövetkező időszakban, melynek jelentős része pályázati forrásból fog megvalósulni. Prioritást fognak élvezni az út, illetve járda fejlesztések. Az ingatlanjaink elég jó állapotban vannak, még egy-kettő ingatlan vár felújításra. Saját forrásból buszmegállót fogunk építeni. Pont a múlt héten voltam a közútnál a megyei igazgató úrral tárgyalni, hogy a Máza irányba nincs kiépített buszmegállónk, és az újtelepi lakosságnak nagy vágya lenne, hogy ott egy buszmegálló legyen. Mindez balesetvédelmi szempontból is elsődleges prioritást élvez, melyhez autóbusz megállóhely és peron is kiépítésre kerül. A buszmegálló kialakítása a város saját beruházása lesz, melyet az önkormányzat önerőből finanszíroz. Ezen kívül szeretnénk elindítani az 5 éve nem termelő kőbányánkat. Ez még egy nagyon nagy feladat. Most ezügyben folynak tárgyalások. Bízom benne, hogy az idei év során termelőre fog fordulni a kőbánya, és ebből is bevételhez fog jutni az önkormányzat. Ezáltal majd további fejlesztéseket tudunk akár önerőből végrehajtani. A település vezető többek között tervezi a régi brikettgyár rekultivációját is, illetve több közösségteremtő program megvalósítását. Rendezvényeket szeretnék minél többet tartani Nagymányokon. Szeretném a közösségi életet fellendíteni, felpesdíteni. Most a következő rendezvényünk az farsangibál lesz, az óvodás, illetve az iskolás farsangibál. Ugye itt az elmúlt évben akkor költségcsökkentés miatt nem volt megtartva, az előtti években meg a Covid-járvány miatt, jól tudom, azt hiszem 3 évben maradt ki a farsang, és nem szeretném, hogy a gyermekeknek ez az örömük elmaradjon. Mint mondja, ezek a közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása elsősorban a helyi lakosok identitását erősítő közösségfejlesztési folyamat, ami még inkább segíti megerősíteni és összekovácsolni a város lakóit.